kedves nézőinket, önök a Tolna Fej televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, fő témánk néhány mondatban. Lakossági fórum, Kósa Lajos tartott előadás Decsen. Hídátadó, már nem kell kerülő úton közlekedni a pincehelyeknek. A kétiek is segítenek, a tűzoltók felhívására összefogott a falu. Segítsünk együtt Visknek, adományt gyűjtenek a kárpátaljai város lakóinak Pakson. A magyar emberek folytatni akarják azt az utat, amit a kormány intézkedései tettek lehetővé. Erről beszél Decsen a Fidesz alelnöke. Kósa Lajos azt mondta, 2010 óta egyre jobban élnek a családok, ez pedig arra van szükség, hogy a már életbe léptetett kedvezményeket újabbak követhessék április 3-a után. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője pedig azt hangsúlyozta, hogy a hazai GDP növekedése a legnagyobb volt tavaly az Unióban. Az emberek pontosan tudják, hogy a polgári kormány intézkedéseinek hatására az ország gyarapodik, a gazdaság erősödik, mindenkinek van munkahelye, a bérek pedig növekednek. Erről a Fidesz alelnöke beszélt Decsen egy teltházas lakossági fórumon. Kósa Lajos a háború kapcsán azt mondta, a kormány célja a kezdetektől a béke megőrzése volt, és ez azóta sem változott. Mint fogalmazott, Magyarországnak alapvető érdeke, hogy az európai kontinensen ne ropogjanak fegyverek. Magyarország maradjon ki ebből a háborúból, ne sodródjunk bele, nem szállítunk fegyvert, nem küldünk katonát, ezért a ellenzéknek, a baloldali ellenzéknek az ide vonatkozó javaslatait, ötleteit, amit Márki-Zay Péter, amit Donát Anna, amit Csake Olivio mondott, azt mi nem tudjuk elfogadni. Ezek a javaslatok belesodornák a háborúba Magyarországot, már pedig ebből nekünk ki kell maradni, de segíteni kell mindenkinek, aki a háború elől menekül. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője a rendezvény elején nőnap lévén virággal köszöntötte a Szebbik nem képviselőit. Ezt követően a közönségnek azt mondta, hogy a kormány jóléti intézkedéseinek pozitív hatásait ma már szinte valamennyi társadalmi réteg érezheti idehaza. Ezért is fontos, hogy április 3-án a kormánypártok képviselőire szavazzanak az emberek. Hogy az emberek a biztonságra szavaznak, békés, nyugodt, határozott döntéseket kell hozni. Egy olyan kormány kell Magyarországon, aki már bizonyított, hogy egy nehéz helyzetben lévő országban egy stabil, gazdaságilag növekedő országot tudott tenni, ahol az emberek egyre jobban élnek. És egy olyan kormányra van szükség, aki meg is tudja védeni az embereket, meg tudjuk védeni a rezsicsökkentést, meg tudjuk védeni a családi adókedvezményt, és meg tudjuk védeni, bárhol is tegyenek magyar emberek a világon, az ő biztonságukat. Horváth István azt is kiemelte, hogy a kormány gazdaságpolitikájának helyességét az is mutatja, hogy a hazai GDP növekedés tavaly a legnagyobb volt az Unióban. A szekszárdiak javaslatait várja a megyei jogú város önkormányzata azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba fejleszik a települést a következő években. Hamarosan elkészül Szekszárd fenntartható városfejlesztési stratégiája, mely meghatározó lesz a 2027-ig tartó EU-s költségvetési ciklus egyes forrásainak felhasználása szempontjából. A stratégia nem csak kötelező feltétele a fejlesztési pénzek elnyerésének, hanem fontos eszköze is a tudatos városfejlesztésnek. A település vezetői ezért azt kérik, hogy aki teheti, töltse ki az ezzel kapcsolatos kérdőívet, ami a Tolnai megyeszéke hivatalos Facebook oldalán a Szekszárd több mint jó boron érhető el. 13,6 milliárd forintot fordít a kormány a várólisták csökkentésére, jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Hozzátette, Magyarországon a várólisták hossza 2010 környékére rendkívüli módon megemelkedett. 2013-ban mintegy 70 ezer ember szerepelt a várólistákon, melyet jelentős kormány támogatással 2019-re 28 ezerre lehetett visszaszorítani. A koronavírus járvány a várólisták növekedését okozta, azonban a most meghozott kormányzati intézkedések, egyrészt a kiemelt várólista csökkentési program végrehajtásának 2022 végéig történő meghosszabbításáról, másrészt a program keretében elvégzett ellátások elszámolásának új, a korábbinál kedvezőbb feltételeiről rendelkezik annak érdekében, hogy minél több szolgáltató vehessen részt a várólistán szereplők ellátásában. Az alapoktól a korlátokig teljes egészében újjáépítették a pincehelyen 1949-ben emelt hidat, mely ezzel újra 40 tonna összterhet bír el.
Az újjáépítés azért volt létfontosságú, mert a Kaposi híd jelentős forgalmat bonyolít, hiszen egy nemzetközi útvonal része. A beruházás mintegy 2,3 milliárd forintba került. Az átadón az is elhangzott, Tolna megyében az elmúlt ciklusban közel 300 km útszakasz újult meg. A szokásoknak megfelelően átgurult a hordó a megújult pincei Kaposhídon, jelezve befejeződött a térségben élők számára kiemelkedően fontos beruházás. 2019 óta súlykorlátozást vezettek be a hídon, ami a 16 tonnát meghaladó járművek számára jelentős kerülőt jelentett a Balaton irányába. A beruházás 8 hónap alatt készült el. Nagyon nagy változás ez a híd, mert úgy gondolom, hogy ez stratégiailag egy nagyon fontos híd. Ez egy tranzit útvonal, ez a 61-es számú főút, és ugye rengeteg kamion, rengeteg mezőgazdasági eszköz haladt át ezen a hídon, ami ugye nagyon fontos a két régiónak az áthaladása folyamán. Az ünnepségen Süli János, a Paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, több minisztérium együttes akarata teremtette meg a lehetőségét a gyors munkavégzésnek. Ez arra ad lehetőséget, hogy visszaállt a normális élet, és akkor lehet az ipari termelés, mezőgazdasági betakarítás, áruszállítás gond nélkül végezni a térségbe, és nem okoz plusz költséget, ugye a jelenlegi üzemanyagárok mellett is ez jelentős költség, és ha nem volna befagyasztva az üzemanyagár, akkor meg végképp nem tudjuk, hogy mekkora költségtöbletet jelentene ez a kerülő, amit a hídnak az állapota okozott. Tolna megyében az elmúlt ciklusban közel 300 km utat építettek vagy újítottak fel, ezzel a megyei hálózat közel 60%-a modernizálódott, mondta Szilvai József Attila, a Magyar Közút vezérigazgatója. Az építkezések mögött elsősorban a paksi fejlesztés előkészítése állt, és megközelítően 60 milliárd forint értékben történtek munkálatok. Itt a kiemelt társadalmi igények, a Közép-Duna menti fejlesztési program, ami azért itt a megyének nagyon sokat jelentett, hiszen ez erre a térségre koncentrált, a Magyar Falu program, a TOP plusz és TOP maradvány programok, ezek pedig mind Európai Uniós forrásból is hozzátettek ezekhez a fejlesztésekhez. A tervek szerint ez a folyamat a következőben is folytatódni fog. A pincehelyi Kapos híd felújításának munkálatai közel 2 milliárd forintot emésztettek fel. A helyi tűzoltók felhívásának eleget téve Kétyen is gyűjtést szerveztek az orosz-ukrán háborútól menekülő emberek számára. A beérkezett adományokat szortírozás után a térség egy közös raktárába viszik, innen indul majd útnak a segélyszállítmány. Jó napot kívánok! Érkeznek a csomagok a kétyi polgármesteri hivatalba. A helyi tűzoltók kezdeményezésére indult el a gyűjtés. Olvastuk a felhívást, a lakossági tájékoztatót, és úgy gondoltuk, hogy nekünk is ehhez hozzá kell járulnunk, és fontosnak tartom. Próbáltunk a csomagba olyanokat összetenni, amit kértek is, meg amire nagy szükség lehet. A Tűzoltó Szövetség megkereste a kéti önkéntes szervezet tagjait, arra kérve mozgósítsák a települést. A lakók egy emberként csatlakoztak a felhíváshoz. Az egyesületünk az nem csak a kár eseteknél, hanem ilyen esetekben is, amikor az embereknek segítség kell, ilyen menekült segítség esetében is összefogunk, és tényleg segítünk a faluval közösen, vagy az egyesületek tagjaival együtt. Gödrei Zoltán polgármester azt mondja, igyekeztek az igények szerint összegyűjteni és szortírozni a felajánlásokat. Takarót kértünk, tisztasági dolgokat, ásványvizet, tartós élelmiszert, gyümölcsöt, és minden olyat, ami egy ilyen menekültnek nevezzük így, szüksége lehet. Az összegyűlt adományokat az önkéntes tűzoltószervezetek a napokban egy közös gyűjtőhelyre szállítják Tamásiba, innen indul majd útjára a menekültek megsegítésére. Segítsünk együtt Visknek, ezzel a címmel indított adománygyűjtő kampányt Paksváros önkormányzata több helyi céggel és egyesülettel közösen. Mind a mellett, hogy a város pénzügyi, lakhatási és természetbeni támogatással segíti a kárpátaljai testvérváros lakosságát, most a paksiak közreműködését is kérik. Anyagi hozzájárulásra van szükség, melyet a Viski Magyar Óvodáért Közhasznú Alapítvány számlájára várnak. A beérkező adományokból tartós élelmiszert, tisztítószereket, pelenkát, gyógyszereket vásárolnak majd.
Rakodják a kocsikba az adományokat Pakson, két szállítmányt már kijuttatott a város önkormányzata Viskre, Paks testvérvárosába, de továbbra is gyűjtenek. Az önkormányzat, az atomerőmű, a Paks 2, a paksi sportegyesületek összefogtak és együtt közreadtak egy felhívást. A Segítsünk Együtt Visknek adománygyűjtő kampányindításról sajtótájékoztatón számoltak be a városházán. Egyeztettünk a viski városvezetéssel, alpolgármester asszonnyal, aki magyar származású, tehát kárpátaljai magyar, és ő mondta azt, hogy mire van igazából szükségük az ott élő magyaroknak és ukránoknak. Paplanokra, ágyneműkre, matracokra, tartós élelmiszerekre és tisztálkodószerekre van szükségük. A gyűjtőhely a Csengei Dénes Kulturális Központ. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója, az atomerőmű SE elnöke arról tájékoztatott, hogy a cég tulajdonában lévő üres lakásokat ajánlották fel a Kárpátaljáról érkezők számára. Balog Judit, a Paksi FC ügyvezetője kiemelte, a sport mindig összekötötte és soha nem szétválasztotta az embereket. A város összes sportolóját és szurkolóját arra kéri, hogy segítsenek a bajba jutott embereknek, ahogy ők is teszik. A legkisebb támogatás is óriási segítség áll a felhívásban. Paksi kollektívája, mondhatom azt, hogy szociálisan nagyon érzékeny, és az elmúlt években számos jótékonysági akcióban vettünk részt, hol a Szexhárdi kórházban a gyerekosztályon a gyerekeket támogattuk, hol különböző régióban, illetve országosan beteg gyerekeknek gyűjtöttünk pénzt. Az anyagi támogatást a Viski Magyar Óvodáért Közhasznú Alapítvány számlájára várják. A beérkező adományokból tartós élelmiszert, tisztítószereket, pelenkát, gyógyszereket vásárolnak. Az érkező menekültek számára a Paksváros önkormányzata a Cseresznyés Kerterdei iskolát és a prelátust jelölte ki. A mai világban a biztonság kérdése felértékelődik, ezért az élelmiszer és az energiaellátás is rendkívüli jelentőséggel bír, mondta Szijjártó Péter a Facebookon közzétett videójában. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, ezek megőrzése érdekében hozott újabb intézkedéseket a kormány, valamint kiemelte azt is, hogy nem fogadnak el olyan szankciókat, amik túl nagy terhet helyeznének Magyarországra. Kiviteli korlátozást léptettünk életbe a gabona területén. A kormány kiemelt támogatást biztosít a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatoknak, hiszen a világjárvány alatt meg tudtunk előzni mindenfajta ellátási zavarok kialakulását, és nem engedjük, hogy a háború alatt bármifajta nehézségek legyenek Magyarország élelmiszerellátásában. 2632 új koronavírus megbetegedést igazoltak kedden idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.809.917 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 54, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 44.549-re emelkedett. 2617 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 118-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást pedig már több mint 6.398.000-en kaptak. Tolna megyében 57 új fertőzöttet regisztráltak kedden. Ezzel a járvány kezdete óta 38.473-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Országos átlagban tovább folytatódott a szennyvizekben a koronavírus örökítő anyag koncentrációjának csökkenése. A vizsgált városok közül négyben, köztük Szexárdon is már a mérsékelt kategóriába sorolható a vírus jelenléte, míg a többi mintavételi helyen továbbra is az emelkedett kategóriába esik. Februárban a fogyasztói árak átlagosan 8,3%-kal meghaladták az egy évvel korábbi. Utoljára 2007. augusztusában volt ilyen magas az infláció, közölte szerdán a Központi Statisztikai Hivatal. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 1,1%-kal nőttek. Az elmúlt egy évben az üzemanyagok és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább. Az élelmiszerek ára éves összevetésben 11,3%-kal nőtt, a járműüzemanyagok ára 18,7%-kal lett magasabb, a dohányáruk 9,9%-kal drágultak, a tartós fogyasztási cikkekért 8,3%-kal kellett többet fizetni. A szolgáltatások díja 5,5%-kal emelkedett. Ennek ellenére a kormányzati élelmiszerár maximalizálás következtében a liszt 9,7, az étolaj 9,2, a cukor 6,7, a tej 3, a sertéshús 0,4%-kal lett olcsóbb.
A lakosság javaslatait várja a Tolna megyei rendőrfőkapitányság, hogy melyek azok a helyszínek, ahol gyakori a gyorshajtás, ugyanis a megye is csatlakozott az úgynevezett Speed Marathon elnevezésű sebesség ellenőrző akcióhoz. Az ötleteket március 14-ig várják az egyenruhások a speedmarathon@tolna.police.hu e-mail címre. Március 24-én a Tolna megyei rendőrfőkapitányság ezúttal is csatlakozik a Speed Marathon elnevezésű 24 órás sebesség ellenőrző akcióhoz, amely Európa szerte zajlani fog. A mozgalom lényege, hogy felhívják a gyorshajtásra a figyelmet, és ezzel megelőzik a közlekedési baleseteket. Komlósiné Kis Anett szóvivő azt mondja, a karambolok nagy százaléka a sebesség túllépés miatt történik meg. Kollégáim ez alatt a 24 óra alatt a megyében üzemelő összes sebességmérőkészüléket üzemeltetni fogják. A szóvivő hozzátette, hogy mindehhez a Tolna megyei lakosok segítségére is szükség van. Március 8-a 11 óra és március 14-e dél között várjuk valamennyi Tolna megyében élő állampolgár javaslatát arra, hogy ebben a 24 órában milyen helyszíneken folytassanak kollégáim sebességellenőrzést. Az egyenruhások az ellenőrzések helyszíneire a javaslatokat a speedmarathon@tolna.police.hu e-mail címre várják. A régió híreivel megyünk tovább. Oxigénterápiás eszközök, elsősegélynyújtó csomagok, gumikesztyűk, az ukrajnai mentőcsapatoknak segít a Kaposvári Egyesület. 100 megváltozott munkaképességű hölgyet köszöntöttek, nőnap alkalmából lepték meg a dolgozókat. Szigetvár környékén fejleszt a TAR Kft. 35 települést kapcsolnak be a szupergyors internet világába. Oxigénterápiás eszközök, elsősegélynyújtó csomagok, gumikesztyűk is érkeztek az ukrajnai mentőcsapatok megsegítésére. A Kaposvári Kötél Egyesület néhány napja hirdette meg adománygyűjtő akcióját, melyben nem csak tárgyi, hanem anyagi felajánlások is gyűltek. Az indulás előtt járt az Egyesületnél a Somogy TV. Sopronból érkezett ez a jármű adományokkal. A helyi speciális mentők gyűjtéséből mentéstechnikai és elsősegélynyújtó eszközöket hoztak Kaposvárra. A kötéllel egy két évtizedes jó együttműködés van, és úgy szerettünk volna segíteni, hogy most azokon segítsünk, akik éppen ott mentenek, vagy társ kollégák, és nekik van szükségük segítségre, ezért tartottuk fontosnak ezt a kezdeményezést. Néhány nap alatt több százezer forint értékű felajánlást gyűlt össze, mutatja Bodó László, a Kötél Egyesület elnöke. Sok elsősegélynyújtó csomag és gumikesztyű is érkezett. Most a legfajsúlyosabb adomány a defibrillátor lenne, ami szintén több százezer forintos, ő magán felajánlásból érkezett. A Kötél Egyesület tagjai kedd éjjel indulnak útnak az adományokkal. Mi az egészségügyi szakfelszerelésekhez koncentráltunk, hiszen az ottani bajtársak éppen a tüzet oltják, mert van mit oltani, vagy éppenséggel civilek, akik esetleg sérültek, az ő ellátásuk irányába kértek részünkről segítségnyújtást, és ez irányba mozdultunk el. Olyan szinten, hogy még az erdélyi szervezet is egy kis busznyi árut hoz hónapi napon, és átadja, hogy vigyük át. A kötél tagjai kettő kis busszal indulnak Kaposvárról, de Budapestről is csatlakozik egy jármű adományokkal. A cél, hogy Beregsurányon át eljuttassák a felajánlásokat az ukrajnai Dercembe. Ha szükség van rá, akkor visszafele fuvarral, menekültek szállításával segítenek. 100 darab higiénés terméket tartalmazó táskával ajándékozták meg az egyik pécsi cégnél dolgozó megváltozott munkaképességű hölgyeket. A vállalat és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nőnap alkalmából köszöntötte így a munkavállalókat, az adományok pedig a már több éve zajló nem luxus táska kampány keretében gyűltek össze. Tusfürdő, fogkefe, fogkrém, nedves törlőkendő és még számos higiéniai termék sorakozik ezen az asztalon. A tárgyak ezután ereti külökbe kerültek, melyeket pécsi megváltozott munkaképességű hölgyek kaptak ajándékba nőnap alkalmából. Jobban járunk minden bele, mint az édessége, jó dolog, úgyhogy szeretek kitolkozni, úgyhogy jó dolog az is, úgyhogy emberek között vagyok, jó helyen van itt, úgyhogy már fél éve itt vagyok. A vállalat, ahol a most felköszöntött nők dolgoznak, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálattal együttműködve szervezte meg ezt az eseményt. Mint azt Csizi Péter ügyvezető igazgató elmondta, maga a táska is érték, de ami benne van, nagy segítséget nyújt a rászoruló nők számára. Olyan termékek, amik hétköznapinak mondhatók, viszont hátrányos helyzetű hölgyek nem biztos, hogy a mindennapok során ezt meg tudják vásárolni. Éppen ezért a missziót erősítve mi is a 100 leginkább rászoruló munkavállalónkat választottuk ki itt Pécset, hogy részesüljenek ebből az akcióból.
A kezdeményezés a Nem Luxus Táska nevet viseli, amit három nő indított el még 2018-ban. Ennek célja, hogy azokon a rászoruló nőkön segítsenek, akik nem engedhetik meg maguknak a különböző higiénés termékek megvásárlását. Ehhez az akcióhoz csatlakozva a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai juttatják el a táskákat a nehéz helyzetű hölgyekhez. Jónás Gergely regionális igazgató elmondta, minden évben ugyanúgy zajlik a program, illetve a gyűjtés. Egy magánszemély az általa már nem nagyon használt, vagy akár még használt, de jó állapotú táskát megtölt olyan higiénés termékekkel, ami elsősorban hölgyeknek jó, itt akár testápolóra gondolhatunk, intimbetétre, különböző dolgokra, és ezt a Máltai Szeretetszolgálat segítségével juttatja el olyan embertársunknak, akiknek erre nagy szükségük van. A kezdetekkor az elsődleges célcsoport a hajléktalanok voltak, később aztán a szociális intézményekben, zsákfalvakban élőkre is kiterjedt a program, mondta Jónás Gergely. Hozzátette, más területeken is érheti negatív megkülönböztetés a nőket, például a munkavilágában, de a mindennapokban így próbálnak segíteni az érintetteken. A szekszárdi székhelyű TAR Kft. Baranya megyében a Szigetvári járás 35 településén épít új generációs távközlési hálózatot a Széchenyi 2020 gazdaságfejlesztés és innovációs operatív program keretében. A beruházást követően a legmodernebb optikai hálózaton válik elérhetővé a szupergyors internet a települések lakói számára. A beruházásról tartottak tájékoztatót a terület polgármestereinek a cég vezetői Szent Lászlón. Településvezetők jöttek el a Baranyai Szent Lászlóra, ahol a TAR Kft. Legújabb beruházásáról hallhattak tájékoztatást. A Szigetvári járásban a kisebb településeket is bekapcsolja a fejlesztés a szélessávú internet elérés világába. Sikerült elnyernünk egy pályázati támogatást, amivel a Szigetvári járásban konkrétan 35 településen építünk ki hálózatot. Ez a hálózaton belüli lefedő hálózatot jelenti, illetve a települések közti összekötő kábel hálózatot jelenti, és ezeken a 35 településen szeretnénk elindulni. Olyan szolgáltatást kínálnak majd az itt élőknek, mint a nagyvárosokban. Jelenleg a TAR Kft. 350 településen szolgáltat, és ezáltal növekszik ugye a települések száma, és hát ezeken szeretnénk ugyanazokat a szolgáltatásokat immár optikán megvalósítani, tehát itt a 150 digitális tévécsatorna, köztük 80 HD, aztán az internet szolgáltatások a legkisebb csomag, ilyen 150 megától egészen az 1 gigáig vagy 1000 megabites csomagokig lesznek elérhetők az ügyfeleink számára, illetve a telefon és mobiltelefon szolgáltatás is elérhető lesz. A beruházás jelentős anyagi forrást igényel. A hálózat belső részek, tehát amelyik a településeken lesznek megvalósítva, az egy 870 milliós beruházást jelent, a külterületi részek meg egy 120 milliós beruházási összeget jelent. Összességében a pályázati résznek a határideje az idén év vége, tehát úgy tervezzük, hogy harmadik negyed év végére szeretnénk befejezni a pályázatos végpontokat. Van olyan település, ahol már például Bogykapeter, ahol már most is zajlik a kivitelezés. Már 8 településre megvan az építési engedélyünk. A többi településnél még tartanak az engedélyezési eljárások. A pályázati résznél a közigazgatási közintézményi végpontok kialakítása az elsődleges, így a települések hivatalai intézményei kapcsolódhatnak a Nemzeti Távközlési Gerinchálózatba, ami kizárólag optikai kábelen történhet. A cég saját forrásból a háztartások elérését is kiépíti a szolgáltatásai nyújtásához. Ennek egyik központja éppen Szent Lászlón lesz. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Lakossági fórum, Kósa Lajos tartott előadás Decsen. Hídátadó, már nem kell kerülőúton közlekedni a pincehelyeknek. A kétiek is segítenek, a tűzoltók felhívására összefogott a falu. Segítsünk együtt Visknek, adományt gyűjtenek a kárpátaljai város lakóinak Pakson. Csütörtökön alapvetően napos időre van kilátás, időnként és helyenként átmeneti mérsékelt felhősödéssel. Este nyengén felhős csillagfényes idő lesz jellemző, hajnalban erősebb fagyra kell készülni. Különösen a szélcsendes, szélvédett területeken fagyzúgokban lehet erős az éjszakai lehűlés. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon. Onnaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!